Sziasztok, itt újra a Finger csatorna beszélgetés filmtárodása, ezúttal az azt veszik körbe minden spoiler kerítéssel, és hát azon belül pedig megdumáljuk a különböző lehetőséget, amelyet a film hát nyújtott számunkra, illetve esetleg azokat, amiket kihagyott mondjuk a könyvből, vagy egyéb élvezeti értékekből. Üdvözlöm újra a csatornán, jó régóta nem hallottunk két mai vendégünkről, az egyikük ugye Péter a MovieStopról, hello! Sziasztok, üdvözöllek téged is! Másikuk pedig hát ilyen nem más, mint a híres Filmsziget csatorna, ami mostanában sajnos nem akar nagyon növekedni, vagy illetve nem akar terjeszkedni, de azért köszöntöm újra Janit, hello! Hello, no, sziasztok! Vagy maradjunk a Johnny, nem, azt mondom Johnny volt, ugye? Jani, Johnny, János. Fá mindegy, ja. Mindegy. Bob is lehetek, úgyhogy. Ja. Igen, igen. Hát ugye ti is frissan láttátok a Péter ugye premier körül durván, ugye? A kicsivel később, ugye én vasárnap láttam múlt héten a Jani pedig hát két napja, úgyhogy eléggé friss az élmény. Ti olvastátok a regényt egyébként? Igen, igen. Hát nekem meg ez kimaradt, de mondjuk erről elég erősen tehet a Tim Curry is 90-es film, már nem, mint hogyha nagyon minden áron kötözködni akarnék vele, de úgy amit amiatt nem olvastad el? Ja, mert hogy annyira nem fogott meg maga a sztori, jó, mondjuk az is hozzátartozik, hogy Stephen King könyvekből is nagyon keveset fogtam a kezembe, illetve ami igazán tetszett is, az annak parafaktora az nem kimondottan a szörny jelenlétekben volt megágyazva. Az biztos, hogy a 90-es film az olyannyira megosztó darab lett, amennyire a mostani film, a mostani adásnak is ugye az alanya, az talán nem lesz a ső. De... Hát ez egy tévéfilm volt, szóval ezt olyan szemszögből is kell nézni. Nekem is megosztó volt. Olyan szemszögből is kell nézni, igen, meg igen, abból csak is ez volt. Az a baj, hogy nem mentség az, hogy televíziós film arra, hogy milyen a minősége. Azért vannak jó tévéfilmek. Hát jó, ma már, de akkor iba a 90-es években legelején, hát... Jó, de nem lenne sorszerű az, hogy rossz legyen. Az igaz, persze, mert az alapanyag adott is egy jó tartalmas hosszú, amiben van lehetőség jó elemeket kivenni és dolgozni. Mert azt hiszem 1000 oldalas a könyv körülbelül, ugye? Annyi. Több is. Vagy 1001. Hát majdnem 800 az első rész, és akkor még egy rövidebb olyan 600 a második, valami ilyesmi. De egyébként érdekes, ez egy külön témát is megérne majd az, hogy állnak a King feldolgozások, így filmadaptáció úgyileg, tehát eleve... Már volt egy cikk, azt 64 darabban, vagy nem is tudom, már elég sok van, mindent beleszámolva, tehát így... Hát érdekes, mert amik regényhűek szoktak lenni, már pedig azt kijelenthetjük így az elején, hogy eléggé regényhű lett ez az új. Igen. Változat, a régi az nem szerintem. Volt egyébként? Vagy... Tessék? A régi nem volt? Hát szerintem tehát azt az eszenciát például, amit a könyv képviselt, azt a régi nem tudta visszaadni. Hát ez a verzió, ez sokkal inkább. Jó, most ha csak csupán a történést lecsupaszítjuk oda, hogy mi a sztori, tehát az alap történet, hogy milyen cselekmény történik egyik jelentről a másikra, úgy lényegében nagyon sok King adaptáció regényhű. De valahogy úgy az eszenciát sose szokták tudni visszaadni, de valahogy ez visszatudta. És általában az jellemző, hogy ami próbál nagyon regényhű lenni cselekmény szinten, King adaptáció, azok nem szoktak sikerülni többnyire. Még ott van egy ragyogás, amit ugye el se ismer a King, annyira más lett szerinte, mint amit ő írt. A főleg a vége. Az meg mégis mennyire jó sikerült. De egyébként a Remény ragja és a Halálsoron sem annyira hű adaptáció, ha csak a adaptáció hűsége. De mondjuk ott novella volt az egyik, azért az nem teljesen ugyanaz. Azt hiszem, hogy a Remény ragja ez... Igen. Igen, csak mondom, hogy az, mikor így nagyon hűek próbálnak lenni valahogy, úgy sose sikerült eddig így elkapni, meg igazán jó filmet alkotni. Az igaz, Pottereknél is pont azok voltak olyan a leggyengébbek, tehát az első kettő teljesen oldalra. Valami kellett mindig valami jó rendező, aki így összefogja, de attól függ, de ezt csak azért mondtam, mert fura, hogy ez az viszont úgy tud jó lenni, hogy közben azért úgy áthozta azt a hangulatvilágot, azt a többlet tartalmat, amitől egy King regény több, mint mondjuk egy átlagponyva. Ja, leginkább mondom az ilyen társadalmi problémák, a gyerekkor, felnevés, akkor a
Ugye Hát meg akkor ez az egész hangulat, tehát a hangulat is Kingnek az 80-as az évek. regényében pont az a szép, amit most te is mondasz, hogy ugye a gyerekek világát, ahogy bemutatja, a felnőtté válást, a kapcsolatukat, Igen, egymás meg közt ha hierarchiát. Igen, meg én úgy hallottam, bár sajnos mondom, meg nem olvastam a egyik fejezetet sem, de ami a lényege volt azoknak is, hogy a karakterek azok nagyon szépen ki lettek bontva, és hogy úgy, ahogy például a régi filmben, meg talán még erre a mostanira is majd ezt itt ki lehet térni, de hogy nem kimondottan az a főszereplő, az a lény, hanem a gyerekek, a főszereplők, azoknak egy nagy halmaza van, a gyerkőcök azok, akiknek a felnövés történetét követhetjük nyomon. Hát és... ezzel mondjuk úgy, hogy a figurák, mert ugye a második részben már felnőttek ezek a gyerekek. De az a regényben is úgy van, hogy ott nem váltakozik? Már a régi film vagy a váltakozott, de... A könyve is vannak így oda-vissza utalgatások. De ez jó, hogy itt nem itt egy helyben tartottak. Elkülönül valamelyest. Hát én azt most tudom, hogy nekem a régi film az egyáltalán nem tetszett, meg nagyon nehezen volt komolyan vehető, és azt gondolom, hogy ez a mostani rész is nem is kimondottam, mint para faktorban magas alkotás, vagy nem is úgy, mint egy horrorfilm állja meg a helyét, hanem a hangulatteremtésben, a hangulatvilágában elsősorban. Szerintem egyébként erről nagy mértékben, nem tudom, hogy a True Detective-et, azt láttátok-e az első évadot sorozatban, na hát, most annak igen. Volt egy... Ugye azt hiszem Louisiana-ba játszódott ott a történet, az egy nyomozókról szóló, nagyon nyomasztó sorozatgyilkos utáni több évtizedes nyomozást követ végig a sorozat, és na, ott már egy ilyen fajta, ilyen vudus, ilyen nagyon kopottas, nagyon lápos, ilyen zöldes, szépiás, nem is tudom milyen színek azok, amik így asszociatíve így megjelennek előttem, de hogy egy olyan hangulatvilágot teremtett, és ez a nagy mértékben hozzájárult szerintem annak a személynek a kreátori pozícióban lévő szerepeltetése, a Cary Fukunaga, ha jól emlékszem, úgy hívják a tagot. Na, ennek az új az filmnek ő írt azt hiszem 4 éven keresztül a forgatókönyvét, tehát addig csiszolgatta, és ő is lett volna eredetileg ugye a rendező. Aztán a háttérbe szorult, de ha jól tudom, akkor az ő mellette dolgozó operatőr tevékenykedett a filmben, és azért az itt az nagyon erősen látszik. Tehát egy King kompatibilis szerzőpárost kellett mindenképpen a filmnek az élére helyezni, ez nem tudom, hogy a stúdiónak volt-e nagyon jó döntése, nyilván igen. King is támogatta elvileg, ha jól tudom végig, ugye? Nagyon igen, csak mondjuk is benne. Az mondjuk az nagyon érdekes, hogy King részéről, én azért a marketing kampány során, amit majd később érdemes lesz megemlíteni, hogy mennyire baromi erős volt már a marketing kampány hát is. Az nagyon, meg az előzetes is, amennyire nyomották, hogy egyik legsikeresebb lett, vagy a legsikeresebb. Hát nagyon, nagyon, meg nagyon rákaptak arra, hogy marketing szempontból mik azok a fő elemek a filmben, amikre nagyon rá lehet építeni, ugye. A szlogen, a lufi, a maga a bohócnak a megjelenés, mindegy, sok szemlélésére lehet ezt is bontani, de hogy alapvetően King-től én nem nagyon hallottam azt, hogy mennyire promózná ezt a filmet, ellenben a Sötét Tornyot azt nagyon vitte előre, meg hogy az... Talán tudta, hogy a szar lesz. És az ott kellett neki a promó. Itt tudta ez a film, hogy itt ez úgyis elviszi a minőség. Ja, meg hát azért a Sötét Torony azért egy kicsit nagyobb terjedelmi mű, mint mondjuk az. Már könyvekben is, hát azt nem is tudom, már 2,5 évtizede írja, talán hát folyamatosan, és még nincs befejezve. Szóval, de hogy érdekes volt, meg vicces volt látni, hogy King részéről ugye nagyon ment a Sötét Toronynak például a promózása, az esetében ez annyira nem volt jellemző, én legalábbis nem ütköztem bele a neten, hogy nagyon láttam hát, volna. Utólag ugye inkább ugye megjelent a mozikba, hát, és akkor... Igen, akkor ő mondta, hogy megnézte, aztán megnézte még egyszer, és hogy nagyon, nagyon hűnek gondolja, hogy ez nagyon neki nagyon tetszik. Igen, hát nagy siker is van, valami 300-400 millió között van, úgyhogy ja, került 35 hát csak, millióba. Hát Amerikában csak a nyitó hétvégén azt hiszem 107 millió, vagy 110 millió volt talán, tehát minden idők legerősebb horonyítása talán. Hogyha most nem tudom, hogy a dollárnak ugye az inflálódását nézve, vagy hát így ugye az évtizedekre visszamenőleg lebontva. Már igaz, hogy úgy érzik az ördögűző, akkor lehet, hogy már előrébb lenne, vagy nem tudom. Tehát így. Ja, igen. Ja, hát ez valószínűleg ennek a marketingnek, a regény ismeretének az, hogy az a Stephen King regényeken belül is azért sokkal ismertebb talán az átlag. Meg ott volt a régi film, azóta nagyon sokszor játszották. Meg valahogy ez a bohóc... Meg hát a bohóc, a Joker. Bohóc para, ez annyi mindenkivel benne van, furcsa mód. De ezt sose tudtam felfogni, de egy rengeteg embertől hallom, hogy fél a bohócoktól. Ja, igen, hát ez még csak kommentben, hanem egy ismerősi körömben is így... mondják, hogy hú, hát, hogy ők több paráznak bohóc, ezt én sosem értettem meg. Hát, miért olyan félelmetes egy bohóc?
Hát én ezt el szoktam mesélni ismerőségemnek is, mert többször is említettem, hogy nekem egy nagyon erős emlékem, vagy hát a több erősebb emlékem is van a Vócokkal kapcsolatban, de az egyik az, hogy a fővárosi nagy cirkuszban voltunk még ilyen iskolával egy ilyen látogatás keretében. És ott láttam gyerekként először Vócokat élőben, és már akkor is pedig, hát mit 10 éves gyereknek milyen tudata van, vagy milyen, hogy mondjam, milyen asszociációs játékokkal dolgozik, az mondjuk egy érdekes kérdés, de hogy milyen tapasztalata van ezzel kapcsolatban, hát semmilyen, és nekem az első reakcióm az volt, hogy annyira szánalmas ez az egész munka, és annyira sajnáltam azokat az embereket, akik ott beesminkelve, meg elmaszkírozva, ott ugrálnak föl a lábát, nem most mindenki röhög rajtam kívül, mindenki röhög, és nézek jobbra meg balra, és nem értem, hogy mi zajlik itt, éppen itt a szemem előtt. Tehát ez annyira elképesztő volt számomra, és a mai napig így vagyok vele. Először azt hittem, hogy én is rettegek a Vócoktól, pedig én azt elmondhatom, hogy nem sok mindentől félek, vagy rettegek, tehát ilyen félelemnek a tárgyát nem nagyon tudnék többet felsorolni, de mert mit tudom, valaki kígyóktól, valaki a pókoktól, és nekem is van ugyanúgy pár ismerősöm, akik említették, hogy őnek bóc parájuk van, talán erre van is valami szakkifejezés, de hogy soha életben nem értettem azt, hogy mi vicces van rajtuk. És horrorfilmekben is valószínűleg azért működik annyira a karakterük, mert van valami ősfélelem, amit ők keltenek magukból, ahogy árasztanak. Hát nem véletlenül volt fő antagonistája, szereplője az American Horror Story, azt mondani, a harmadik vagy negyedik évadban volt ne, az ne, a freak ne. Hát ott is, de most az új évadban is, most konkrétan a bóc meg a lyukak fóbiája, ez a kettő keveredik, tehát bóc fóbia. Tehát az új évadban. Vissza is tér az a Kriszti egy. Valakit nagyon érdekel, volt egy ilyen létező sorozatgyilkos, aki bohóc volt, és gyereket egy gyilkos. Lehet, onnan is jött az ötlet. Nem is tudom, hogy mi a... Lehet, hogy innen is jött a név, hogy ugye egy nagyon híres sorozatgyilkos Amerikában. Most én nem tudom a nevét, de az a lényeg, hogy nem tudom. Több, mondjuk a több King az mondta, gyereket. Hogy a történeteit egész a gyerekkor szakából, ami hát ez elég sok bántalmazást a mindentől terhes volt, plusz az ilyen akkori történt durva eseményekből mintáztat, lehet, hogy ez volt az egyik, nem tudom, attól, mikor volt, de... Igen, voltam annó ezen, volt ez a sorozatgyilkos kiállítás, nem tudom, emlékeztek-e? Uh-huh. És ott volt az egyik ilyen fejezet erről a csávóról. Ez az amerikai volt, ilyen? Azt mondtad, hogy... Aha. Megkínzott gyerekeket, meg erre volt, és közben meg a magánéletben meg bohócként ment gyerekzsugrokra kelni. Ez igen. Lehet, hogy erős lesz, hogy történet. Igen, sorozatgyilkos nappal bohóc. Hát jó, igen. Igen. És engem, amit tudjátok, mi lepett meg igazán? Hát így az előttes alapján, meg úgy általában, hogy a horrorfilmeket ritkán tudnak a hú, de jól fényképezni, de szerintem rohadt jó volt a fényképezése. Nem tudom, hogy a Peti aztán jobban látja egy fényképés szemben is a abszolút. Dolgot, de valami szuper volt. Mind a nagy totálok, a városról, a hangulat, a 80-as évek, meg minden olasz gyerekek is, vagy azok a horrorisztikus jelenetek, amikor azt szerintem ezek a horrorisztikus jelenetek többek voltak az átlagnál, sokan szitták, hogy jó, mindig ugyanolyan volt, ami a vége felé már egy kicsit igaz volt, ilyen jumpscare parádéval vált, de bohóc parádéval, de, hát, de akik viszont... Ugye, akik egy picit fanyalognak a filmmel kapcsolatban, azok általában azt szokták neheztelni, hogy nem annyira félelmetes a film, mint amire számítottak. Viszont legalább egyedi, mert azok a félelmek, amit ugye a gyerekek mindenki más háttér miatt mindig más félelmet hoz elő a bohóccal. Aki ezt mondja, az biztos, hogy nem látta az eredeti filmet, mert nem az félelmetes. Hát az se annyira egyébként. Szerintem a regényt sem olvastam, mert tehát a regény sem arról szól, hogy ez egy horror sztori. Tehát vannak Kingnek azok a horror könyvei, mint mondjuk az Állott temető, amit tényleg olyan olvasni, hogy egyszerűen az életkedved elmegy az annyira. Az, a film is egy kicsit az volt. Parás, hogy úgy az Állott temető az borzasztó depresszív könyv. Mindenkinek ajánlom, aki így rettegni akar. Azt tervezik is, aztán az a rendező mondta, hogy nem tudom, valaki más, hogy ezek után meg főleg megcsinálja. Hát arról megnéznék egy ilyen nagyon deep filmet. Csak az a probléma egyébként, hogy maga a horror műfaja is deformálódni látszik egy kicsit, mert régen még, hogyha megnézed, hogy milyen para szituációkkal tudták az emberekben ugye a suspense-t fokozni, az most tehát annyira magasan van már az inger küszöbe szerintem, a mozi látogatókat. Én nem tudom elképzelni azt, én nem is tudom, hogy mikor láttam utoljára olyan horrorfilmet, amin, na úgy Isten, igazából paráztam volna végig. Vagy akár csak pár ikonikus. Én mondok neked egyet, a Witch, azt talán azt láttátok? Na, de a Witch megint az a probléma, hogy attól se félsz, hanem folyamatosan nyomaszt. Hát van egy feszkós hangulat az egész filmnek, de nem az van, hogy úgy szétparáztam. De úgy hirtelen? Ja nem, igen. De egyébként az meg tipikusan tényleg az a film, amitől
Én konkrétan kimerem jelenteni, hogy egy pillanatig nem féltem a filmbe, egyszer sem, úgyhogy szerintem hát rohadt jó. Hát az jó, te nyugtatottalan érzés. De közben ez engem nem zavar, mert szerintem nem erről szól ez a film. Ez kicsit olyan számomra, mint a Rémálom az Elm utcában, hogy, hogy ez inkább egy ilyen vicces, tökös, de mégis ilyen slasheres horror akar lenni. Nem az, hogy rémisztelgetni akar annyira. Hát talán még a Rosemary gyermekét lehetne mondani, hogy az is mondjuk, az ilyen lelkileg bántotta meg a nézőt szerintem. De... Hát az viszont egy ilyen mély lelki dráma. Igen. Na de ez az, hogy maga az, az pedig nem erre megy rá teljesen végül is, ahogy nézzük, amikor a jumpscare, meg azért a gyerekek félelmeit. Igen, de közben ez egy ilyen, mint egy kemény kalap és krumplior, tehát egy ilyen gyerekregény, ja. Vagy egy gyerekmese, de közben van egy gyilkos bohóc. Számomra ilyen ez a film. Goonies-t ötözték a Rémálom az Elm. Ha van egy konkrét jelenet, akkor ennek a biciklivel emlékeztek, az totál Goonies, tehát az a beállítás. Azok is tud az elején mennek a vicaja le a kincs után. Hát abszolút, ez a 80-as évek, ez egyébként nagyon ügyesen átültett. Tehát nem tudom, a könyvben ugye úgy van, hogy 60-as évek, vagy 50-es évek? Tehát mert a 87-ben játszódik a második fejezet, nem? Aha. És akkor nem 50 környékén, 27 évvel ezelőtt talán a... Hát ugye vissza volt is. De a film is úgy volt, ez érdekes, hogy 27 éve volt az itt tévéfilm. Igen, csak mondom, hogy tök fura, hogy átrakták ugye a környezetet. Nyilván ez azért van, hogy az új rész az a mai korban játszódjon. Persze, hát tényleg. Akkor szóval lesz durván, mert mennyi is volt az a 88? Ja, 88, ha jól emlékszem. Ugyan, szóval akkor ja. 2015-ben lesz az új, ja. Már kíváncsi leszek az új filmre, mert egyébként nekem a legnagyobb parám az egész filmmel kapcsolatban az, hogy a felnőtt részből mit fognak itt kihozni. Aha. Mert ez a 80-as évek gyerek viewing, ez azért nagyon hozzátett ahhoz szerintem, hogy ez egy jó filmet. És most hát. Itt... aki csupán pusztán nem tud semmit a filmről, csak valami nagyon durva beteg horrorra vágyik, vagy az arra számít, én megértem a csalódottságukat. Ettől függetlenül azt már nem tudom megérteni, hogy szerintük emiatt rossz a film azért, mert ők csalódtak. Ezzel nem tudok azonosulni. Ettől függetlenül a parám az, hogy ezek a... Tehát a két legnagyobb húzó faktor az, hogy gyerekek és 80-as év, az ugye ki fog esni a következő részre. Meg ahogy megcsinálták ezt a kapcsolatrendszert, meg ahogy megmutatták a gyerekeket, tényleg minden egyes szállt. Mondjuk az pont meg fog maradni, ha a regényből indulok már ki. Hogy érted? Mert ugye a felnőttek nagyjából ugyanazok a karakterek maradnak, mint akik gyerekként voltak, és ez tök érdekes az, hogy... Mondjuk egyet hívja, hogy... a fekete srác, az afroamerikai, őt megváltoztatják, azt mondták, hogy könyvtárba bújós lesz, depressziós, meg mit tudom én. Ő marad egyedül a városba. Ez kész. Én aztán először a Duci srácra gondolom, az volt a könyvtárban, ugye, de úgy látszik, akkor megváltozott. De csak, hogy azt mondom, hogy maga a kapcsolatrendszer, meg a karakterek egymás viszonya, az biztos, hogy érdekes lesz. De ettől függetlenül a gyerekfaktor és a 80-as év faktor kiesése számomra az szomorú tény. Meg kíváncsi vagyok, hogy tudják-e pótolni, vagy megfelelő izgalommal tudják-e pótolni ezeket a faktorokat. Tudnak annyi plusz hozzáadni, hogy az is így elmenjen. Na most az még nagyon érdekes. Mert ha csak a horror részét nézzük, az szerintem sem a legerősebb az azba. Csak mivel mondom, nem ez a lényeg, engem ez nem zavar. Nem az a lényeg, ugye. Ja, na hát ez meg a másik, hogy a cím az mennyire kreatív, ezek a szóvicekre ad. Ja. Láttalak, ugye? De régen, a magyarban a gonoszként fordították. A gonosz, nem? Így volt régen, Ami érdekes egyébként, hogy a, nem tudom, hogy az első fejezetben, vagy a második fejezetben, talán a másodikban lehetett róla szó inkább, de ugye van egy, mindig attól félünk a legjobban, amit nem tudunk körülírni, amit nem látunk, amit nem tudunk megtapasztalni úgy igazán, és amit nem tudunk megismerni, és ennek az aznak a karaktere, az talán ebben rejlik a nagy ereje. Na most nem tudom, hogy Peti mennyire emlékszel, mert ugye, hogy olvastad a második fejezetet is, hogy ott volt esetleg a Pennywise-nak, ugye a krajcárosnak az eredet története is kibontva. Én hát mondanom csak, hogy baromi lusta voltam, de mondom azért utána engem, viszont rohadtul érdekelt már a film után, hogy van, hogy van az eredet története a karakternek. Mondom, azt hittem, hogy van egy jó fél órát, 3-4 órát, akkor ugye ezt összöntörök a neten, ehhez képest azonnal belefutottam, hogy miről is van szó. És nem tudom, hogy a következő filmben ezt így egy-egyben meg is fogják mutatni, vagy ki fogják-e fejteni, de hogy van ez, hogy most aznak a karakter, az tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor ez egy makroverzumból származó lény, vagy entitás. Igen.
Igen. Ami több millió évvel ezelőtt egy démon, de került igen, a földre, csapódott be a földbe, és a Derry nevezetű városka épült gyakorlatilag fölé. Igen, tulajdonképpen ez egy földön kívüli, mondjuk. Tehát ez beszalás ez a King. Tehát szóval ez hihetetlen. Hogy... De hát akkor démonnak közben... mondták, de akkor végül sem démon, hanem csak annak hiszik, úgymond így a... De állítok a másik részben kikivontják. Nincs ez annyira belemagyarázva, tehát hál' Istennek... Fú, pont nemrég néztem hogy... újra az Álomcsapdát. Mert nekem az egy nagyon rossz filmként élt a fejem, nem tudom, hogy vagy. Ja, nekem az elejét tetszett, mert amikor félelmetesebb részek voltak, aztán utána egyre rosszabb, de az is ilyesmi volt, ilyen űrlégy, ugye? Igen, csak hogyha csináltam ezt a Stephen King top 10-et, és mindenki Álomcsapdázik, hogy azt miért hagytam ki. És így azért hagytam ki, nagyon rossznak élt a fejembe, aztán most újra néztem, és szerintem tényleg nem egy jó film. Na, ott is ufókkal mahinál a King. Na hát, hál' Istennek aznak az eredete nem ilyen azért. Tehát megtudjuk ezeket az információkat, amiket most elmondtál, de nem ez a lényeg, hál' Istennek. Hát álltok a másik részben, ezt kifejtik jobban, azt ígérte a rendező, szóval... Hát kíváncsi ezek, mondom, nekem sok parám van a második résztől. Ja, még azt felejtettem... Attól jobban félsz, mint az asztól. Második részben belefutatnak azért abba a hibába is, hogy azért nagyon túl se kell magyarázni szerintem, és az minden más ilyen horrorisztikusabb vagy parásabb sztorira ráillik, hogy ha van egy félelemnek a tárgyát elkezdik aztán túlságosan megmagyarázni, és aztán az elejétől végig szépen kibontják az egész jellemét, a karakterét, és aztán rendesen megismerjük az adott lényt, akkor onnantól kezdve már nem válik annyira parássá, és ez az úgynevezett a demisztifikálása valaminek, amit igen, aztán sorozatok meg filmekben is... Akkor jó, hogyha jó, tehát ha nagyon érdekes a magyarázat. Meg hogyha okkal van mondjuk, mert mit tudom, szükséges az eliminálásra, vagy mit tudom én, tehát... De ahogy mondtad, Jani, az tényleg öli a misztikumát az egész lénynek, hogyha túl fogják magyarázni. Én mondom, sok parám van nekem a második résztől, és ez is az egyik, hogyha már itt tartunk. De egyébként elég jól megoldották szerintem, nem a végén a csatát idézőjelben, mert a régi filmben csak a legvégén volt, nem ilyen nagyobb csata, jól emlékszem. Ha felnőttek voltak, de itt most ez... Gyerekként is előzik, ugyanígy volt, a volt. Ugyanúgy, nem emlékszem. Aha. Előzik, csak nem ölik meg, ugye? Na, persze, nem, hát nem, itt sem ölik meg igazából. A második részről még nem akarok spoilerezni, persze, hogy mik lesznek. Mert most erről beszélünk spoileresen, mert ugye ezt már gondolom sokan látták, de ez a másodikról még azért annyira ne. Hát szerintem itt egész jó megoldották, hogy ahogy igazából a saját félelme űzi el a Krajcárat, hogy már megijed a gyerekektől meg az összefogásuktól, hogy na látja ezeket, már nem tudja meg. Krajcárat se hangzik el. Ha. Tényleg? Az a név. Aha, így. Hát angolul hangzik el, jól tudom. Nem? Pennywise úgy mondják, csak... Hát igen, csak így nem mondják, hogy Krajcáros. Igen. Melyiként a szinkron az hogy tetszettek, hogyha már most már tettük, csak röviden, hogy... Hát én bevallom, sosem szeretem nagyon a szinkronokat, és ez sem győzött meg az irányába, hogy mindenféleképp szinkronosan nézek filmeket, de úgy nem szenvedtem alatta, mint jó pár film szinkronjával. Ja, szerintem is viszonylag korrekt volt. Viszont többen, akiknek volt viszonyítási alapjuk is, már angolul is látták, azok azt említették, hogy valami gyilkosan szar lett. De tényleg, tehát így, hogy aki bárki, aki teheti, az nézze meg az eredeti hanggal. Igen, még nem tudom. Hát főleg a Krajcáros jobban. Nem tudom, szerintem még így is egészen élvezhető volt. Figyelj, az első jelenet, a csatornás jelenet, az fent van angolul. Igen, azt a YouTube-on. Ott azért hallatszik, hogy azért biztos, hogy jobb eredeti angol. Mondjuk nincs akkora gond, ha már bohó, mint a Jokernél az új Batman filmben, mert ugye ott azért... De az mennyire sokkoló volt már egyébként, ha már említed az első jelenetet. Na az mondjuk én szeretem, hogyha le tudnak sokkolni. Az jó volt, filmben. Ja. És azért az alap akkordját a filmnek, az alap hangulatát, az nagyon erősen megadta. Az atmoszféra teremtő volt eléggé. Igen, és egyébként pont mondtad, hogy nehéz újat mondani horrorba, meg újat mutatni, meg sokkolni az embereket. Szerintem az, ugye most spoileresen beszélünk, tehát szerintem az, hogy egy cuki 5 éves, szépen felvezetett kisgyerek karját tőből leharapják, aztán igen. Az még ott a szakadó eső, az elég durva volt. Szenvedi a fél utcát. Na igen, pont ez volt a lényegem. Azt szerintem egy sokkoló pillanat, és egyébként az egyik legdurvább pillanata a filmnek, az első. Igen, egyetértek én is. Meg hát ugye ami az állattal, meg gyerekkel nem
játszolunk így ilyen módon. Tehát általában ez szokott lenni ez a szabály, és ezt a szabályt így eléggé felrúgta. Még a T2 volt ilyen, pont nemrég láttam, ugye, hogy ugye az, amikor fölrobban az egész város gyerekekkel mindennel egy, de ritka jött be merik vállalni. Úgyhogy ez nem hiába volt 18-as, tehát ezt hozzá kell adni, hogy... Hát itt majd, hogy nem Premier Flámban láttad a gyermeknek a szenvedését, tehát az volt a legdurvább benne, meg a patagokban folyó vért. Tehát ez mondjuk tényleg azért egy elég bevállalós dolog volt így a stúdió részéről, hogy ezt így engedélyezték. Egy csomó minden volt egyébként, amit nem, annak ellenére, hogy ugyanúgy rated R-be lett a film. És nagyon meglepő, hogy ott van a képregényeknek a frontján a Deadpool, ami szintén 18-as karikával futott, és hatalmas siker lett, aztán itt van ugye az Logan. Az. Ami szintén, és megint bombasztikus siker, tehát azért az látszik, hogy az embereknek időszakosan igenis van igényük arra, hogy valami olyan élményt kapjanak a moziban, egy olyan sokkoló élményt, amit más filmeknél nem kapnak meg, más hát, szoftos filmeknél, azért cenzúra nagyon rányomja a bélyegét sok történetre, és igen, csak hát, van ennek egy olyan nézete is, hogy valahol ez szomorú, hogy az embereknek az kell, hogy egy 5 éves kisgyerek kezetőből kiszakadjon ahhoz, hogy valami igen, jó kis élmény. Na, és igen, és itt visszakanyarodunk arra, hogy a horrornak a műfaja az a baj, hogy az folyamatosan deformálódik, amire az elején is ki akartam térni, csak ezt nem tudtam ilyen jól megfogalmazni, de vagy összerakni a fejembe, de hogy annyira magasan van az inger köszönünk, hogy akarva akaratlanul is, hogyha újra és újra erősebb élményekkel akarják teret üzdeni a mozivásznak a készítők, akkor folyamodniuk kell majd folyamatosan ezekhez az újabb, még bevállalósabb jelenetforrásokhoz. És mondjuk azt mondjuk elismerem, meg ki is mondom, hogy én mondjuk pont erre nem kifejezetten vágyok. Sőt, azt mondom, hogy horrorfilmeknél nem is nagyon szoktam úgy leülni film elé, hogy na most akkor egy úgy igazán jó horrort akarok nézni, hanem a horror az szerintem már úgy tud igazán működni, hogy más műfajokkal vegyítik. Én például a horror komédiákat imádom. Tehát pláne amiket az új-zélandiak csinálnak mostanában, vagy a skandinávok. De egyébként félig meddig ez is az volt. Már az az? Hát nem tudom. Hát... Ha voltak vele egyébként humoros beszorogatások. De... Hogy mondjam, tehát így a Housebound például így, vagy a hétköznapi vámpírok, vagy nem is tudom, mik jutnak így kapásba. Army of Darkness, így esetétség sem. Jó, mondjuk azok szerintem inkább sokkal egyértelműbben komédiák. Ja, csak hogy inkább maga... Inkább a zsánert meglovagol. Hulla jó vagy ebek, igen. Igen, csak nekem így működik a horrornak a műfaja. Vagy még ugye ott vannak a thrillerek, amik aztán ugyanúgy egy kaptafára épülnek, de ott már tényleg csak a szuszpenz a lényeg, a nyomasztás. De a horrornál azon kívül, hogy jumpscare-elnek egy kicsit, most amiről ugye beszélgetünk, hogy még jobban felrúgják az inger küszöbét az embereknek, és akkor most már bejönnek a tehát például, hogyha egy állatkínzást látsz, azonnal felkelsz a székből, és kiállsz azért az érzésedért, hogy jó, akkor te most azonnal felakadsz, hogy még durvábban végzett ki azt az állatgyilkos, mint ahogy az állattal végzett. Ugye van ez az egyik, a másik, meg ugye ez a gyerekbántalmazás is nagyon durva. Tehát, hogyha már minden film azzal próbálna sokkolni ezekkel az elemekkel, már az is sok lenne egy idő után. És az a baj, hogy én azt látom a horrornak a műfajában, hogy már nagyon kifutott, már nagyon nem lehet benne újat. Én nem gondolom, hogy ebben már bármi újat is lehetne. Hogy újra és újra lefutni a köröket lehet, természetesen. Hát most például a Nannal mondják az apáca, hogy lesz a magyar címe, hogy visszahozzák a régi Hammer. Milyen Hammer? Most segítem, hogy teszem, nem ide, a Hammer horroroknak a hangulatát, de az megint csak egy vissza utalás, meg egy kis homás, de nem valami új, ugye, az ritka, hogy valami újat hagyjanak. Az a baj, hogy ez már... Tehát a feszültségkeltés ez egy olyan, hogy nagyon alapvető filmes elemei vannak, amivel mindenki él és él. Hát nagyon kreatív rendezőnek, vagy nagyon kreatív ötletnek kell ahhoz lennie, hogy az izgalmassá tudjon válni. Egyébként szerintem még abban rejlődhet, amit te is mondtál, Jani, hogy más zsánerekkel, vagy esetleg olyan sztorikat írnak, amik tényleg meg tudnak állni önmagukba is, anélkül, hogy az kéne hozzá, hogy horrorfilm legyen. Tehát, hogy... Hogy tényleg már tehát a horror az egy olyan műfaj, ahol már sokkal kreatívabbnak kell lenni, mint az általában lévő műfajokban. Egyébként szerintem még a vígjáték egy picit ilyen. Mondjuk ezért is jó, hogy ez is egy nagy részt kevert film volt az, hogy tényleg nem csak egy szimpla horror, és a másik része is volt a jobb minőséget mutatja, hogy érdekes, hogy egyébként, hogy maga a díjakkal viszont nem szokták nagyon ellátni ezeket a filmeket. Most nem is azt mondom, hogy kifejezetten Oscarra kellene gyúrnia ezeknek, de egy jó vígjátékot, meg egy jó horrort, az talán
nem, most nem akarok ilyen nagy szavakat használni, mert nem mondom azt, hogy a legnehezebb műfajokkal van dolog, de hogy tényleg, amit te is mondtál, Peti, hogy tényleg nagyon-nagyon azért a toppon kell lenni, és nagyon kell tudni az embernek másodpercről másodpercről, hogy mit hogyan kell csinálni, mert nagyon apró elemekből építkeznek ezek a filmek, az ilyen jellegű filmek, és például nem tudom, Big Játék mikor volt utoljára nagyon felkapva, talán a 70-es években az Anyhol, meg mit az Ördögűző is valamikor a 70-es években, amikor a horrornak így úgymond a egyből majd, hogy nem a csúcsára is értünk, és azóta nem kimondott. Tehát én azt gondolom, hogy azóta a vígjátékok frontján nagyon az alpári kategóriában menjünk el, legalábbis, hogyha a hollywoodi filmeket nézzük. Európai vígjátékok azok meg vagy túlságosan művészfilmesek, vagy pedig túlságosan több újranézés szükségeltetik hozzá, vagy kifinomultabb humor, vagy más a fajta humor, hogy, hogy élvezhesse az ember, de hogy alapvetően az alkotásoknak a mainstream-é válásánál ez a fő probléma, hogyha mindenki számára élvezhetővé szeretnénk tenni, akkor nagyon alap elemekkel kell, hogy dolgozzanak ezek a filmek, és hogy ez ténylegesen mindenkinek élvezhető is legyen, ahhoz viszont nagyon-nagyon kevés ember ért szerintem. Igen, mert pont a humor meg a félelem az, ami olyan széles skálán mozoghat már, mint viszonylatban, tehát ami egyik embernek humoros, az a másiknak lehet, hogy pont nem, vagy már túl sok, vagy túl kevés. Tehát ez pont két olyan érzelem, humor és félelem, amiknek baromi nagy skálája van. Legmesszebb van egymástól, hanem igen. Igen. Így befogni, ez tényleg borzasztó nehéz, és egyébként szerintem nem is létezik alkotás, aminek tökéletesen sikerülne. Tehát most mondhatnánk, hogy Monty Python nyilván vicces, de azért rengeteg embernek az sok és nem vicces. Mondtad az Ördögűző, de rengeteg embernek az nem egy félelmetes film. Tehát ezek tényleg nagyon nagy spektrumon mozgó érzelmi. Meg hát most már évente 4-5 horror van, nagy költségvetés, most idén is volt, már Annabelle 2 lehetne sorolni, tehát... Igen, de ezek meg pont, pont ilyen arany középutat akarnak meglovagolni, azokat a sémákat, amik már egyszer beváltak, azokat egy picit más köntösbe, de újra-újra bedobni a közönségnek, és azon egyszer már féltek 5 évvel ezelőtt, most is fognak félni, és egyébként nagyjából bejön, mert látjuk, hogy bejön. De hát ez a pénzkreálás. Egy Démonok között 2 is nem rossz film, de most őszintén nem egy jó alkotás. Ez semmi újat nem tud mondani, egy középszerű, ha csak filmként nézik, középszerű film. Hát. Persze üdvözlő, hogy van ilyen horror, meg még félelmetes jeleneteket is tartalmaz, de nem egy jó film. Nem, viszont van pénz ebben a műfajban, tehát azért erőltetik azért évről évre, még hogyha nem is lehet benne újat mutatni, sőt, hát biztos vagyok benne, hogy ezt a stúdióknál is látják, viszont hatalmas pénz van benne, mert az emberek meg szeretnek félni, aztán majd az újabb és újabb generációknak, meg majd újabb és újabb alkotások kellenek. Egyébként persze a remake-ek is ebben vannak, ugye egy Halloween-t, hogyha újra dolgoznak, egy Jason-t, hogyha újra dolgoznak, vagy egy Freddy-t, hogyha újra dolgoznak, azoknak a marketingjével már annyira nem kell előről kezdeni semmit, hiszen már be van épülve a köztudatba, már valahol mindenki érintkezett velük. Vagy az Alien filmekről is beszélhetünk most éppen. Tehát, hát ez minden franchise és folytatás és remake-re igaz, bármilyen stílusban. Nagyon erre mennek rá, és a közönség pedig lusta. Lusta megismerni új dolgokat. Igen, ez csak ez rossz dolog valahol. Igen, csak a horrorok, tehát a sikeres horrorfilmből több van, mint sikeres vígjátékban. Mondjuk az is igaz, hogy azért vígjátékból is, meg az ilyen keresztet, romantikus vígjáték, meg ezekből azért sokkal több szokott lenni, mint horrorból, és akkor így már más ez a kijelentés, nem lehet éppen párhuzamban helyezni, de hogy többször futottam már bele abba, hogy egy horror műfajjal rendelkező filmnél pecgették azt, hogy hát itt volt a büzső, és akkor itt van az ötszörös, vagy mit tudom, tízszeres bevétel. Még a más kategóriájú, más műfajú filmeknél ez annyira nem jellemző. De még egyszer mondom, hogy vígjátékból még talán a franc tudja, nem tudom, azért ezen érdemes jobban elgondolkodni, hogy melyik műfajban van még újító erő, és melyikben nincsen. Én magamtól, hogyha készítő lennék, azon kívül, hogy tudom, hogy hogy egy jól elkapott, korrekt iparos munkával rendelkező horrorfilmmel többet tudok kaszálni, mint mondjuk egy rizikósabb science fictionnel vagy kalandfilmmel, én mégis lehet, hogy utóbbikat választanám, mert azért legyen már annyi újító erő az emberbe, vagy annyi készítés, hogy valami tényleg valami újabbat legalább próbáljon meg lerakni, mert ezeknél az újabb filmeknél már nem nagyon érzem. És amit említettél, Andris, hogy ott volt a Witch is. Hát a Witch éppen Carnegie jutott, vagy nem is tudom, hogy ott talán milyen díjat nyert, tehát hogy elismert film lett az is. Igen, de hát hogy az sem veszett a horrornak, hanem az is valami, nem is meg tudom. Meg az a baj a Witch-e például, hogy
az meg pont olyan, hogy fesztiválokon eljut nagyon sok minden, de a közönség meg egyszer nem nagyon szereti. Tehát, hogy megnézed a visszajelzéseket, a közönség szintű visszajelzéseket, akkor viszont lassúnak, unalmasnak, túlművészinek, ilyenekkel titulálják. Ami érthető nézőpont, hiszen az átlag horrorhoz képest, a popcorn tucat horrorhoz képest valóban sokkal művészibb és sokkal lassabb. Ez egy lassú film kifejezetten. Meg nem is hosszú. De például a fűrészfilmeket is ugye horrornak szokták nevezni. Több helyen is belefutottam már ebbe. És érdekes, hogy a fűrészeken se fél az ember, vagy nem, de ott sem a félelmet érzed, hanem az undort érzed, meg az, hogy viszonyogsz attól az egésztől, amit ott látsz. És akkor ebből a szempontból megint érdemes megközelíteni azt, hogy a horrornak is ugye már rengeteg alműfaja van, mint ahogy a zeneiparban is ugye a különböző műfajoknak is sok alműfaja jött létre. Hát ha csak belegondolunk abba, hogy milyen beteg, elvetemült, bizarr alkotások ráállottak a távol-keleten is, és itt például gondolok a gore filmekre is, hát egy nagyon érdekes kérdés, hogy azoknak az eljövetele mikor fog megtörténni Amerikába. Nem tudom, hogy mikor lesz az, amikor a horrornak a műfaja teljesen le lesz váltva, és akkor megint elmenjünk egy ilyen slasheresebb irányba, egy ilyen vérengzősebb, végtag leszakítósabb dolog fele, mert nem tudom, hogy ez. Na, és a másik dolog pedig, hogy nem is tudom, melyikőtök említette, hogy most a blockbusterekbe. Ugye a blockbustert, hogyha kimondja az ember, akkor nem feltétlenül a horror műfajára gondol elsősorban, hanem blockbuster, mint akciófilm, mint kalandfilm, vagy mint fantasy. És azért az nem szokott mégsem annyira jellemző lenni, hogy mondjuk egy horrorfilmre áldozzanak 100 milliót. Ott általában az szokott lenni, hogy alacsonyabb költségvetésből, kevesebb CGI-jal, inkább a kreatív megoldásokkal, alap jumpscare-ekkel, meg hangeffektekkel próbálják ugye a suspense faktorát megtartani az alkotásnak, és itt viszont az azban ugye az látszódott, hogy a CGI-ban nagyon erőteljesen rápakoltak. Hát tehát az sajnos. Az animációs egyveleg, ami ebben a filmben visszaköszön, azért az kuriózum szerintem. Igen, de közben meg mégis egy alacsony kifejezetten alacsony költségvetésű filmről van megint csak szó. Azért 35 millió dollárból van már nem már egyszerűen csinálták, mert én valami olyasit olvastam, hogy én... Hogy az... A box office... Elmondom a hivatkozást, a Box Office Mojo, az 35-et írt. Hát akkor az ahhoz képest még kevesebb, de még azt hozzáteszem, hogy az átlag horrort azt ilyen 5-10 millióból szokták, tehát nem nagyon szoktak ahhoz közelíteni, sőt, ami egy megint érdekes dolog az, hogy azért az elmúlt években, évtizedekben nagyon rámentek arra, hogy azt a tényleg piszkosul kevés pénzből csinálják meg, és akkor jöttek ezek a talált kamerás horrorfilmek, amiknek ugye a táptalaját a Blair Witch csinálta meg. Jó, hát igen. Meg a rek. Ja. És ott is azért lehet olyanról beszélni, hogy ott az aztán százszorosát visszahozzák a filmnek, de hogy az alapbevételben még mindig nem egy nagy összeg, viszont az, hogy az első hétvégén 110 millióval nyitott az, hát az tényleg elképesztő. És ahogy... mondom úgy, hogy nem tudom mi a pont, tehát mi a valós, de mondom, itt most nézem, hogy produkció költségvetés az 35 millióra van kiírva. Ja, csak nem tudom, hogy a marketing mennyi lett, mert azt hiszem, hogy nem szokták beleszámítani a költségbe. Nem, csak valahol, mintha azzal együtt olvastam volna, és úgy jött volna. Az lehet, mert marketingre baromi sokat ráköltöttek, ez tény. De magából az a pénz, amit a filmre költöttek, CGI minden, hogy leforgassák, az 35 millió, azt szerintem egy kifejezett kis költségvetésű film. Jó, horror berkekben az már lehet, hogy magas. De ha most összehasonlítjuk, de akár egy Alien-nel is, ami viszont már 100 millió dollárból forgott, vagy talán több is, nem tudom, a Covenant az nem forgott. De a Covenant, ja. Igen, de jó, mondjuk az egy sci-fi, nyilván ott mások a mércék, de hogy... Ja, ahhoz képest, ja. Ha meg ugye ott a Prometheus nem volt olyan nagyság, és akkor lejjebb csökkentették ugye a költségeket. Nem tudom, nektek mennyire tűnt fel, ugye volt a Mama című horrorfilm, az elég nagy siker lett. Nem tudom, hogy jól lejtem ki, hogy Andres Muschietti, ugye az lett a rendezője ennek az Oz filmnek, Cary Fukunaga a leváltása után. És érdekes, hogy amikor kezdődött a film, akkor hogy directed by Andy Muschietti. Tehát mindenképpen kellett angolosítani, vagy mondjuk amerikanizálni még az ő nevét is, nem lehetett kiírni az argentin eredeti nevét. De érezhető azért, hogy azért egy európai, vagy európai szellemű filmes, hát most Dél-Amerikáról beszélünk, de egy európai szellemű alkotása. Külföldi, mondjuk úgy, legjobb. Mondjuk úgy, hogy külföldi. Ja, de hát ez úgy szokott lenni, hogy ugye
Az amerikaiakat szívjuk, hogy mennyire egoisták, aztán így is két pólusra van bontva általában a világ, amerikai meg az európai, de hogy... Ja. De egyébként, hogyha bárkinek is ajánlottam filmet az utóbbi időben, akkor azért nyilvánvalóan az európai alkotások fele mentem, tehát spanyol horrorok azok mondjuk nagyon erősek voltak szerintem. Az utóbbi időben spanyolokból nagyon, nagyon jókat lehetett felsorolni, nem tudom miért. De érdekes, hogy például, vagy lehet, hogy az írások azok, amik az erősebb táptalajt jelképezik. Például a skandináv filmeknél, ugye ott a skandináv filmek a thrillerben szoktak erősebbek lenni, onnan jönnek. És valószínűleg azért, mert ott vannak olyan zord körülmények, meg olyan ihletésű történetek, amik ilyen zord regényeket hoztak létre. Hát nem tudom. De egy biztos, hogy egy kuriózum maga az egész aznak a jelenléte így az amerikai filmes piacon. Hát mondják is, hogy most el fognak terjedni a bolcos horrorok, mert hogy akkor a siker, hogy hatással lesz az eljövendő 4-5 év horror. Hát, vagy még több King adaptáció, mint ahogy már be is indult, ugye? Hát igen, mondom, most a Pet Sematary-t aztán mutogatják. De egyébként a King adaptációknak az folyamatos a jelenléte. Tehát most az, hogy ugye van most az, akkor ugye sorozatban csinálják a Mr. Mercedes-t, akkor volt még a Sötét Torony, de az előző évekre is, hogyha visszanézzük, azért úgy folyamatosan mindig pakolódnak a filmek, vagy a minisorozatok a tévében. Ja, meg lesz valami másik ilyen... sorozat, hogy milyen City, most nem teszem, ugye az a város, ahol az összes ilyen King történetet így egybe fogják hozni, tehát így... Ja, a Chris, milyen Rock várják? Nem is tudom, már írtam, ja, mindegy. Castle Rock. Ja, igen. Kíváncsi leszek. Hát, röviden, amit mondod, hogy akkor tetszetektek akkor végül a film, csak hát... Talán a horror oldalát kellett volna, akkor jobban tényleg felépíteni. Hát, ha lehet egyáltalán. Szerintem pont ez az Meg hogyha... Tehát nem tudom, engem nem zavart, hogy nincs benne akkora horror faktor, mint amennyire sok embert, ha zavar benne az, hogy nem elég horroros a film. Mondjuk én nem számítottam arra, hogy egy ilyen gigászi nagy horror